Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy KDN Live-os videót fogok csinálni, ez egy videóvágó program, és két dolgot szeretnék bemutatni két részletben. A feliratozás és narráció. Hogyan került ez elő? Egyik fórumon megkérdezték ezt a dolgot ki, azaz szeretnék narrátor szöveget felolvasni egy videóhoz. Oké, ez egy egyszerű feladat, aki kérdezte, ezt szerette volna ellátni. A videón meghatározott pillanatokban leírt mondatok jelennek meg, ezeket szeretném felolvasni, amikor megjelennek. Nagyon egyszerű. Mit lehet használni? OpenShot, Avidemux vagy a KDN Live? Akármelyik. Akármelyik, ehhez bármelyik videóvágó alkalmatos, gyakorlatilag a kényelmi fokozat közt van eltérés, én a KDN Live-val fogom bemutatni, azt ismerem, meg sokan szeretik is. Az OpenShot azért nem igazán kényelmes számomra, mert nem olyan szépen jeleníti meg a hanghullámokat, tehát annak a hangnak a képét, amit én vágni szeretnék, és azért ide-oda tologatáshoz, esetleges vágáshoz az kényelmesebb, az Avidemuxot meg nem ismerem. Bevallom őszintén, soha nem használtam. Én inkább a KDN Live-ot, illetve a Cinelerát tartom jónak, ami kényelmes nekem. Megint azt mondom, hogy nekem. Melyiket használjam erre a célra, és mire kattintsak? Hát, hogy mire kell kattintani, azt én meg fogom mutatni a KDN Live-on. Gyakorlatilag bármelyik videóvágó alkalmatos lehet erre, csak, ahogy mondtam, a komfortfokozat eltérés. A laptop beépített mikrofonját hogy tudom ehhez használni, vagy a mobilon lévő mikrofon alkalmazás legyen? Én azt mondom, hogy akár a laptopnak, vagy akár a mobilnak a mikrofonját használni nem feltétlenül jó. Egy kisebb videó elkészítésére, mondjuk YouTube-ra haveri dolgokat bemutatni esetlegesen alkalmatos, de olyan félprofi, profi minőséget ezek nem adnak. Ehhez normális mikrofont kell venni. Én elmondom, hogy mit szeretnék bemutatni. Két megoldást ismertetek, azért kettőt, mert egyrészt a feladat, hogy a narráció meglegyen, az mind a kettőnél meg lesz, két megoldással, illetve azt szeretném bemutatni, hogyan lehet a KDN Live-on belül gyorsan feliratozni, gyorsan, egyszerűen. Az első részben tehát a felirat és a narráció együttes elkészítése lesz a célom, illetve a második részben ugyanezt fel fogjuk használni arra, hogy a meglévő feliratokat, amik megjelennek a videónkon, azok alá lehessen tenni a videó alá a hangsávot, ami egy nagyon-nagyon kényelmes dolog. Hát vágjunk is bele! Első lépésnek természetesen elindítjuk a KDN Live-ot. Én a jelenkori legfrissebb KDN Live verziót használom AppImage formátumban. Azért szeretem ezzel bemutatni, mert 100%-osan mindenkinél ugyanúgy néz ki. Nincs hozzányúlva, azaz alapbeállítások szerint van, hogy biztosan mindenki megtalálja azt, amit kell. Első lépésben behúztam egy videót, egy akármilyen pixelről leszedett videót, szabad forgalmú, bárki használhatja ezeket a videókat. Azaz, megvan a videóm, ráhúzom, ezt fogjuk narrálni. Mit látunk rajta első körben? Természetesen azt látjuk, hogy nem az elején van a videó, ide húztam, és egy picit belenagyítok, hogy látni lehessen mindent. Gyakorlatilag ez egy 22 másodperces videó, három fele fogjuk osztani felirattal. Amit látunk az, hogy ennek a videónak van egy saját hangsávja, amit természetesen vagy elhalkítani kell, vagy valamit kellene csinálni vele. Nyilván, hogyha naráljuk a videónkat, tehát alámondjuk, akkor nem igazán jó, hogy esetlegesen az ottani beszéd, zúgás, egyéb háttérzaj hallható. Ennél a videónál úgy fogjuk megoldani, hogy a narrációt hagyjuk csak meg, azaz azt készítjük el, az eredeti hangot leszedjük róla, és alá teszünk egy zenei fájt, majd a későbbiek folyamán megmutatom, hogyan működik. Azaz, el kellene távolítani a hangsávot. A hangsávot el szokták távolítani, én nem így szoktam megoldani, hogy törlöm a hangsávot, és akkor eltűnik a hang, hanem úgy szoktam megoldani, hogy ne kelljen folyamatosan hangsávokat, videósávokat készíteni, nem nagy dolog egyébként egy kattintás, hogy ketté választom a videó és az audio sávot, rákattintok jobb egérgombbal és a klipek csoportosításának felbontása, majd erre bal egérgomb kijelölöm, és egy delete gombot nyomva eltűnik, azaz a hangom eltűnik. Nézzük is meg, hogyan lehet a feliratot elkészíteni. A feliratot nem a felirat szerkesztővel fogjuk megcsinálni, hanem itt a sarokban van ilyen, hogy feliratok, a videósávok feliratozása,
menüpontot kiválasztva ide fogjuk szépen bedobálni. Ez egy kicsit más, egy picit a feliratos filmekhez közelít, nagyon kényelmesen és gyorsan használható feliratozó dolog, de nem itt szerkesztjük meg, illetve nem itt írjuk meg a feliratokat. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy LibreOffice-ban megírom a szöveget, ne legyen benne annyi helyesírási hiba. Javítgatni nehéz, főleg, hogyha már az eredeti fájlok nincsenek meg. Azaz, az első szöveg ide fog kerülni. Hát hogyan kell? Mit teszünk? Hozzáadunk egy szöveget plusz jellel. Meg is jelent egy feliratok nevű kis dobozka. Én egy picit összebb nyomom, ilyen hosszú legyen, és bedobom a szöveget. Ide beillesztjük a szöveget, kijelöljük a szöveget, másolás, ezt nem látjátok, de hát mindenhol úgy működik, és ide kerül a szöveg, amit fel kell olvasni, nézzük meg, hogy itt megjelenik-e. Megy, ide kerül a szöveg, amit fel kell olvasni. Azt, hogy a tulajdonságokat hogyan állítod be, én megmondom neked őszintén, nem szívesen mondanám el, annyira egyértelmű a pozíció, az eleje, vége, felkiáltású dolog, hogy igazából ezzel nem lehet olyasmit mondani. Erre a kis ikonkára kattintva megkapod ezt a beállítási lehetőséget. Természetesen, ha fontot szeretnél változtatni, vagy egyebet, meg tudod csinálni, alap dolog. Nem jelenthet ez gondot. Hozzáadjuk a másik szöveget, plusszal látható, hogy megjelent, hogy hozzá lehet adni. Ezt kitörlöm, és Ctrl-V-vel beillesztem azt, amit szeretnék. Nyilvánvalóan egy kicsit tovább tart a szöveg, mint amennyi a videó. Hát akkor ennek örömére idébb mozgatom, és leellenőrizhetjük. Gyorsan az, hogy a szöveg megjelenik-e, biztos, ami biztos, itt lehet látni, ez pedig a második lesz. Ennyi a szuper dolog ebbe az, hogy valóban így bedobálja a téglalapokat, te berakosgatod a szöveget akár ide, akár magába a téglalapban is szerkeszthetővé tudjuk tenni, vagy ide mész és rákattintasz, és azonnal szerkeszteni tudod. Nagyon kényelmes, ez ilyen filmfeliratozó dolog, és azt gondolom, hogy ezt használni sokkal egyszerűbb, mint hogyha felirat szövegeket raknánk rá, mármint a megfelelő feliratozó dologgal. Persze ezt nem lehet annyira effektezni, de villámgyorsan a megfelelő szöveg oda kerül. Oké, megvan a megfelelő szöveg, de elkövettünk egy hibát. Milyen hibát követtünk el? Nem szerkesztési hibát, hanem technikai hibát. Nem mentettük le. Mentés, és adunk neki egy nevet, 2 darab A betű, készen is vagyunk. Az a biztos, ami biztos, hogy félúton eltűnjön. Oké, feliratoztuk a videónkat, ide tudunk menni az elejére, gyakorlatilag ide tudjuk húzni a kurzort. Mi a következő feladat? Felolvasni a szöveget. Oké, hiába kerestek itt olyat, hogy a szöveg rögzítése, hangrögzítése, ezt nem ott kell keresni, hanem ide mész a hangsávra, ami egyébként nagyon fontos, bepipálod, hogy mutassa a felvétel kontrollokat. Hát mutatja a felvétel kontrollokat, rögtön megjelenik az audio hangerőnek a jelzése, ami kell, audio mixert, hogyha odaléptetsz, látni is lehet, ezzel egy kicsit hangerőt egyebet tudsz változtatni, nyilván ebben nem szeretnék most foglalkozni, sima rögzítéssel elindítom a rögzítést, figyeljetek arra, hogy előtte, éles előtt érdemes kipróbálni, esetlegesen hangosítani, halkítani a mikrofonnak, illetve a felvételnek megfelelően lehet itt ezzel a csúszkával, szóval első körben azért figyeljetek oda, hogy jól csináljátok, illetve arra, hogy itt el is indítsuk a felvételt, mert ez nagyon izgalmasan mozog, látni, mint hogy beszélek, de nem rögzíti. El kell indítani a rögzítést a piros gombbal, és el is indítom. Visszaszámol, és ide kerül az első szöveg, amit fel kell olvasni. Leállítottam, megvan, nyilvánvalóan egy picit igazítani lehet, hogy valóban ott induljon el, ahol kell. Nagyon szuper, egy picit igazgathatunk rajta, és nyilvánvalóan ezeket a részeket leszeretnénk vágni. Levágjuk. A mutatóeszköz, és megint a delete-re fogunk bökni. Gyakorlatilag esetlegesen egy kis fel, illetve lekeverést is meg tudunk tenni, ha ezeket a fogópontokat elhúzod, akkor így felhangosodik, illetve lehalkul a beszéd, ezzel most nem akarok foglalkozni, nyilvánvalóan idehúzom, a szöveg megjelenjen. A következő pontosan így működik, oda mész az elejére,
odaléptetsz az elejére, és pontosan beállítod az élet, amivel foglalkozol, beállítjuk a vágóért, odahúzzuk egérrel, és elindítjuk a felvételt. Figyeljünk! 3, 2, 1, és utána lehet beszélni, hogy fel tudjál készülni. Ez pedig a második rész lesz. Space-szel le tudod állítani, pauze, és space-szel el tudod indítani, hogyha erre szükséged van. Miután kész van a szöveg, az előbb beszéltem még egy pici, van a végén, gyakorlatilag elejét, végét levágjuk. Megkeressük a vágóeszközt, egy vágás és még egy vágás, kijelölő eszköz, eltüntetjük, delete-tel, delete-tel, és már-már is készen is vagyunk, gyakorlatilag ennyi. Ez már azt adja, hogy van beszéd, van felirat. Nagyon egyszerű volt, igaz? Ezután már el kell dönteni, hogy egy zenét teszünk alá, vagy az eredeti szöveget, tehát ahol nincs hang, ott valami kitöltse a hanghiányát. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogyha olyan a videó, az eredeti hangot feltenni rá. Na hát igazából ezt megoldani hogyan lehet? Ennek a megoldása nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű, és hogyha ezeket a lépéseket követitek, nem fog nektek semmi gondot jelenteni. Első körben a nem használt, illetve hozzá nem kell jelenleg nyúlni, sávokat leblokkoljuk, tehát lakatot teszünk rá, és ráhúzzuk az eredeti videót ide. Ráhúzzuk és beillesztjük, mivel pont az elején van, ütközik, az elejével pontosan meg lehet oldani. Oké, most két videó van egymáson, igazából senkit nem zavar, szétválasztjuk a hangsávokat, klippek csoportosításának a felbontása, mi nem kell nekünk, gyakorlatilag a dupla eltüntettük. Azért van leblokkolva, lelakatolva azok a sávok, amikre nekem nincs szükségem, nem akarok hozzányúlni, éppen nem szerkesztem, hogy nehogy véletlenül valamit kitöröljek. Persze itt vannak a hanganyagok, amik itt, illetve itt láthatóak, de igazából jobb, hogyha nem piszkáljuk, hogyha már bepozícionáltuk, odaállogattuk, oda tettük, akkor ne legyen eltüntetve, mert az bosszantó, Ctrl-Z-vel vissza lehet vonni, de az nem egy elegántos dolog. Oké, most már mindenki látja azt, hogy van kettő darab hangsávunk, ami egymáson szól. Nem szép, azaz el kéne halkítani azt a sávot, amire nekünk nincs szükségünk. A legegyszerűbb megoldás az, hogy az előbb látható, megfogjuk a sarkot és odébb húzzuk a hang erejét egy picit, egy kicsit felkeverjük, lekeverjük a szöveget, a hangot, ezt a megoldást használjuk. Hát bizony, itt lekeverni, itt pedig felkeverni szeretnénk, itt lekeverni, itt pedig felkeverni szeretnénk. A praktikusság okáért én kiszoktam azokat a sáv darabokat szedni, amire nincs szükség, és utána már csak ide megyek, és egy kicsit el fog halkulni, ez pedig vissza fog ott erősödni, ez lekeverésre kerül, ez felkeverésre kerül, látható, azt hiszem egyértelmű, hát le is mentjük a munkánkat, illetve le fogom renderelni, és bele fogunk hallgatni. És ide kerül az első szöveg, amit fel kell olvasni. Ez pedig a második rész lesz. Az előbbi megoldás nagyon kényelmes, mert mindent mi csinálunk, illetve mi készítünk el, mi rakuljuk be a feliratokat, illetve természetesen a mi hangunkon fog szólni a narráció. Ez azért kényelmes, mert tudjuk, hol kell a feliratnak lenni, hol kell a hangnak lenni, és ide-oda kell tologatni csak a dolgokat, és tudjuk, hogy pontosan hol van. A másik verzió az, amikor már egy előre feliratozott anyagot kapsz, és, ami esetleg még egy kis plusz, a hanganyagot is megkapod, azaz nem te olvasod fel, hanem kész audiofájt fogsz kapni. Ezzel mi a probléma? Semmi. Gyakorlatilag ugyanaz, mint az előző, csak az a helyzet vele, hogy pontosan meg kell keresni, hol kezdődik a szöveg, a kiírt szöveg, a felirat, és oda kell illeszteni megfelelő módon a hanganyagot. Nem nagy dolog, de megmutatom, hogyan működik. Azaz letöltöttem egy videót ugyanúgy az előző helyről, a Pexel. Én onnél szedegetem össze gyakorlatilag az összes bemutató videót, olyat, amivel éppen nem a saját dolgaimat mutogatom, azaz az első feladat meg kell keresni azt, hogy hol indul a szöveg, odaléptetünk, magyarul elkezdjük nézni a videót gyorsítva, lassítva,
és utána, ahol odaérünk, megvan a szöveg, a jobbra-balra nyilacskával tudsz léptetni. Halljátok is a kattingatást, ez lesz az első szöveg. Oké, itt jelenik meg a szöveg, ide kellene tenni a hangot. Én általában azt szeretem, de ez az én saját preferenciám, hogy amit én szerkesztek, az az egyik legfelső sáv. Az az egyik legfelső sáv, nyilvánvalóan mindenki saját maga el tudja dönteni, hogy mit és hova szeretne tenni. Hát először is akkor szétkapjuk ezt az audiósávot, azaz a klipek csoportosításának a bontása, és lehozzuk egyen lejjebb az eredeti hangot. Az eredeti hangnak meg kell maradnia, hiszen a zene, illetve a dobolás és az egyéb zajok, amik a videóban vannak, azokat alá kell tenni, csak a narrációt kell pluszba oda tenni. Nézzük is meg, milyen hangsávot kaptunk. Nyilvánvalóan lehet látni, vélhetően ez az első szöveg, azaz ez a rész. Ez a rész mondja azt, hogy ez lesz az első szöveg. Természetesen, hogyha élőbe vágsz, ezt meghallgatod, értelemszerűen úgy, nehogy rossz helyre kerüljenek a hangok. És vannak itt ilyen, hát háttérzaj, szünet, semmi dolgok, azokat első körben levágjuk. Én azt szoktam csinálni, hogyha külső forrásból kapom a narrációt, és szeretnék rendes munkát csinálni, előtte, ha olyan, átfuttatom Audio City-vel, a zajokat elhalkítatom, zajmentesítetem a videó, illetve audio sávomat, hát nyilvánvalóan ezt eltüntetjük. Azaz kettő darab narrációt könnyű aláigazítani, oda visszük, ahol voltunk, ennyi. A következőnél is megkeressük azt, hogy hol van a következő, most nem avval léptetek, hanem így kattogtatással keresgélem. Ideális, és hogyha valóban olyan helyről kapod azt, amit alá kell húzni a narrációt, akkor jelöljék már be, hol vannak a feliratok, és melyik narráció, melyik hang kerül oda. Látható, oda tettem. Nyilvánvalóan itt pontosan ugyanaz a probléma, mint az előzőekben. Bizony, kettő darab hangsáv van, és véletlenül ez a dobolás egyéb, ez az utcazene, az elnyomja a narrátor hangját. Ilyenkor mit kell csinálni? A háttérzajt egy kicsit, a háttérzenét egy kicsit lejjebb veszük. Ez igazából nem háttérzene, hanem az a zene, az a hanghatás, az a dolog, amit felvettek. Tehát ez a fő és a narráció a mellék, de én úgy gondolom, hogy ez háttérzaj jelen pillanatban. És azt mondom, hogy el kell tüntetni. Hogyan tüntetjük el? Pontosan úgy tüntetjük el, mint az előzőekben. Belenagyítunk, mindig nagyíts odáig, ahol jól látod a hangsávot, és elég sok videóvágónál nem ilyen szépen látható a hangsáv. Oda megyünk a helyére, ide megyünk egy picit, bejjebb jövünk egy picit ennyivel, hogy ott aztán lehalkuljon, és elvágjuk. Rámegyünk az ollóra, gyors billentyű is van, de sokkal feltűnőbb, ha ollózok, és ennyi. És bizony, mit teszünk? Elhalkítjuk, lekeverjük ezt az utca zenét, és akkor már kevésbé lehet hallani. Ennek van pontosabb lehetősége is, és hogyha valaki igazából szépet szeretne, én inkább azt mondom, hogy a Cinelera erre egy kicsit alkalmatosabb, de mivel megígértem valakinek, hogy a KDN Live-val fogom bemutatni, ott bizony a KDN Live-val mutatom be, de itt is megoldható, itt is lehet jobban állogatni ezeket a lekeverem, felkeverem dolgokat, de én úgy gondolom, hogy ennyi jelen pillanatban bőven elég. Megkeressük a másik végét, nyilvánvalóan van egy eleje és van egy vége. Itt szintén belenagyítunk, ezt egy picit meghúzzuk így, és itt elvágjuk, ollót veszünk elő, itt elvágjuk, ide megyünk, és akkor ezt egy kicsit felkeverjük, ide húzom. Igazából itt nem annyira számítom, mert beszéd erőteljesebb zaj, hatás, hanghatás van, nem zavaró. A következő gondolat, hogy mi történjen ezzel a résszel, ami igazából nem kell és nincs elhalkítva, én ezt ki szoktam venni, vagy esetlegesen, ha színelerával dolgozok, a hang erejét lejjebb veszem, de jelen pillanatban fogom, és teljesen eltüntetem. Azaz csak az én hangom, illetve a narrátor hangját lehet majd hallani. Mondom, ezen lehet játszadozni, hogy melyik legyen erőteljesebb, melyik milyen erős legyen, mennyire legyen jó. Ezt egy picit bekeverem, ezt egy picit lekeverem. Nem igazán fogok ezt ráhallgatni, többször vágni, igazgatni. Lényeg az, hogy értitek, miről beszélek.
itt csinálunk egy vágást, itt csinálunk egy vágást, és a közepét eltüntetjük, lekever, felkever, hogy azért egy picit jól hangzódjon a dolog, itt lekeverem ide, és ennyi. Mondom, meghagyhatnánk és lehalkíthatnánk egy bizonyos szintre, de igazából nem ez volt a kérdés, hanem a narráció. Az, hogy hogyan lehet játszani mondjuk itt a hangokkal, azt meg kell nézni. Videók erről rengeteg van, illetve hát a Cinelerába, amit én nagyon-nagyon szeretek, mindig erre térek vissza, mert avval vágom a dolgaimat, ott bizony ilyen csuszkaszerűen tudod állogatni. Szerintem a videó végén egy fél perc, de szó szerint fél perces bemutatót tartok erről. Utána semmi más nincs, hogyha ezt elfogadod így jónak, belehallgatsz, áthallgatod, megnézed, valóban oda került-e a szöveg, ahova kell, valóban az van ott, ahol kell, az a szöveg van ott, ahol kérik, akkor bizony mi jön, le kell renderelni az egészet, nézzük is meg, illetve hallgassuk is meg az eredményt. Ez lesz az első szöveg. Ez meg a második. Gyakorlatilag láttátok az egész művelet, nem egy agysebészet, hamar össze lehet dobni feliratot, alátett narrációt, alámondott narrációt, vagy esetleg külön felvett narrációt alá tudunk vágni. Egy kicsit játszadoztunk a hangerővel, hogy felkeverődjön, nulláról felmenjen 100%-ra, a egyéb sáv, a eredeti meg lemenjen nullára. Azt megcsináltuk, lekeverést érdemes használni. Igen, Cinelerát ígértem, hogy bemutatom, Cinelerával is megcsináltam ugyanazt nagyjából, mint amit előbb elkészítettünk a KDN Live-val. Azaz, mit látunk? Első körben azt látjuk, hogy én itt az elején, meg a végén a plusz dolgokat, a zajt nem vágtam le. Általában érdemes levágni, de én úgy be tudjam mutatni a dolgokat, vagy legalábbis rá tudjak mutatni, hogy ezt így is meg lehet csinálni. Bizony nem vágtam le, azaz annak a hangerejét szeretném nullára elvenni, majd amikor elkezdek beszélni, a hangerő menjen föl 100%-ra, amikor vége van a beszédemnek, megint lekeverődjön itt idáig nagyjából, ne legyen hang, a zaj nullára legyen állítva, keverje föl, utána keverje le. Hát hogyan csináljuk meg? Nem úgy csináljuk, hogy elkezdjük tologatni ezeket a vonalakat, ha véletlenül alapbeállítással nincs meg a fade beállítási lehetőség, akkor ide megyünk a nézetre, és a fade-et elindítjuk, beállítjuk, annak van ilyen színe, tehát ezt érdemes megjegyezni. Oké, mi a feladat? Eddig a pontig ne legyen hang, itt 100%, itt 100%, idáig 100%, itt keverje le, idáig ne legyen hang, itt legyen 100%, 100% idáig tart, és itt pedig már ne legyen hang. A keyframe-ek, amiket én ide elrakosgattam, nem mások, mint egy pont jelzések, hogy itt ennek az adott értéknek, ennek az adott jelzésnek ennyi az értéke, 100%-os hangerő legyen. Az alapbeállítás 100%-on van jelenleg a hangerő, hogyha egy keyframe-nek az értékét megváltoztatom, akkor nyilvánvalóan, hogyha 50-re leveszem a hangerőt, akkor mit látunk? Hát bizony, fele olyan hangosan fog szólni abban a pillanatban. Ha 50 az egyik, a következő 100, akkor 50-től felerősödik abban az időtávban 100-ra. Ennyire egyszerű a keyframe. Vannak tudományos meg technikai leírások erről, hogy mi a keyframe, de szerintem egyszerűen megjegyezzük, hogy az egy pont, aminek van egy értéke, az adott effektushoz tartozó értéke, és ezeket lehet ide-oda rakosgatni. Na hát nézzük is meg, hogyan történik. Nyilvánvalóan erre nagyon-nagyon figyeljetek, a Cinelera eléggé olyan összetett program, hogy eléggé nehézkes megszokni azt, hogy hogyan működik, de ha megszokod a logikáját, abban a pillanatban nem tudsz mással dolgozni. Na hát ennyit róla. Azaz, az összes olyan sávot, amivel nem dolgozol, leblokkolod, azaz a lakatot, piros lakatot rákattintással bezárod, piros legyen, különben az effektus, a értékváltozás abban a keyframe pillanatban, abban a pillanatban az a sáv is megkapja, jelen pillanatban ez nem kívánatos, azaz keverjük le ezt itten nullára, lehúztuk, láttuk a két
jobb és bal sáv az együtt mozog, 100% lekeverjük ide, lekevertük, azért van több keyframe szétszórva, és én szeretek sok keyframe-et tenni, hogyha én itt ezt lehúzom nullára, tehát ne legyen hang, akkor nehogy ezek után, a következő pont után is megváltozzon az értéke, azaz, hogyha lehúztam volna ezt ide, akkor a többi is az egész, ha nincs itt keyframe, odáig az megint lemenne nullára, ez nem kívánatos jelen pillanatban, hanem idáig legyen nulla, menjen föl 100-ig, marad, lekeverem. Látható, hogy a későbbiekben lévő vonal 100%-os, eredeti. Ez azért fontos, mert ha később bedobsz egy hangsávot, egy hangrészt oda, akkor csodálkozol, hogy miért nem szól, hát azért, mert lekevertük volna azt a részt is, de itt, hogyha a következő keyframe értéke 100, amit én pluszba betettem, az biztosan ott marad. Oké, a lefölkeverés megtörtént, nézzük is meg a következő dolgot, hogy itt ezeket lekeverném, amíg én beszélek, egy bizonyos szintre, feloldjuk ezeket a sávokat, ezeket meg leblokkoljuk. Oké, nagyjából eddig a pillanatig legyen 100%, megint berakom a dupla keyframe-et, mert hogyha itt lehúzom fél egységre, ezt lehet nagyítani egyébként, fél egységre körülbelül a hangerőt, akkor nehogy már önnek is mozduljon, vagy a későbbi is mozduljon, tehát 100% fél hangerő nagyjából, értékszent is megadhatod természetesen, és legyen idáig fél hangerő, és erősödjön vissza. Ott erősödik nagyjából vissza, ezzel lehetne pontosítani, belenagyítani, ahol a beszédem elhalkul, tehát ő visszahangosodik, kényelmes, persze villámgyorsan meg tudunk csinálni ilyen átmenetet, hogy a zene elhalkul, beszédem hangosabbá válik, zene alatta megy szépen halkan, majd a megadott pontba visszavált. Szerintem szuper. Szerintem kényelmesebben átlátható, mint a legtöbb videóvágó, audiovágó programnak a megoldása, ez így nagyon-nagyon kényelmes. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, és mindenkinek jó videóvágást kívánok, sziasztok!